A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 és 2020 között összesen 1300 milliárd forintot biztosít elsősorban agrárberuházásokra. Ezzel az évi 185 milliárd forinttal a mezőgazdaság fejlesztése és a gazdálkodó szervezetek környezetének jobbátétele a cél. Ezekből az országos támogatásokból Békés megye is jelentős forrásokhoz jutott. Összességében ezeken a elsősorban mezőgazdasági beruházásokon több mint 300 mezőgazdasági vállalkozástól eddig forráshoz jutni, mint egy 14 milliárd forint értékben, és még vannak hátra nyilván olyan kéremek, amelyek részben feldolgozásra várnak, részben pedig vannak olyan pályázataink, amelynek az elbírálása most fog megtörténni, mint például a fiatal gazdák induló támogatása, vagy a falusi szálláshely bővítése, vagy akár egy öntözésfejlesztési beruházás. Tehát ezeknek a számaránya a következő hetekben, hónapokban még tovább növekedhet, de azt gondoljuk, hogy mint ahogy Magyarország éléskamrájának tekinthető Békés megye, így azért az agrárfejlesztések is igen komoly mértékben összpontosultak a Békés megyei gazdák részére. A Nemzeti Agrárkamara célja, hogy a termelők minél szorosabb együttműködésben dolgozzanak annak érdekében, hogy a gazdaság hatékonyabban működjön. Ifjabb Huba Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős alelnöke a konferencián ennek módjáról és jelentőségéről tartott előadást a megjelenteknek. Egy olyan gazdatársadalom szintű együttműködést kialakítani, amely egységesen és megfelelő szaktudással, megfelelő szaktanácsadás mellett végzi a gazdálkodók érdekében a munkáját. Ez a szaktanácsadási háttér felölelésével, a gazdák együttműködésének fokozásával, az élelmiszeripar fejlesztésével, a különböző élelmiszeripari területek megerősítésével és piaci pozícióinak védelmével, valamint azzal foglalkozunk, hogy a gazdálkodók egyéni érdekérvényesítési képessége az mind települési szinttől, megyei szinten át egészen az országos érdekérvényesítésig juthasson el. A Békés megyei kormányhivatal célja az, hogy a Békés megyei gazdák minél sikeresebben tudjanak működni, hiszen mind a kapcsolattartás, mind a koordináció a hivatal feladata. Az agráriumhoz köthető szakigazgatási tevékenységek azok ugye hozzánk tartoznak, tehát rajtunk keresztül történik a kapcsolattartás. A másik, hogy a tavalyi év január 1-től, tehát 2017. január 1-től a korábbi mezőgazdasági és vidékfejlesztés hivatal Békés megyei kirendeltsége agrár- és vidékfejlesztés támogató főosztály néven önálló főosztálya lett a kormányhivatalnak. Ez a főosztály a közös agrárpolitikából származó agrár- és vidékfejlesztési támogatások kezelését végzi. Ennek itt van jelentősége, és éves szinten gyakorlatilag 40-50 milliárd forint kerül kifizetésre Békés megyében e tekintetben. A harmadik dimenziója a kapcsolattartásnak és az együttműködésnek az együttműködési megállapodások, így a kormányhivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Vadászkamarával, a Vadászszövetséggel, a Megyei Vadászszövetséggel, a Kereskedelmi és Iparkamarával, és az év végéhez közeledve pedig a Magosz megyei szervezetével és együttműködési megállapodást kötött. 2018. január 1-től továbbá a Békés megyei kormányhivatal kezeli a vidékfejlesztési programban beérkezett megyei pályázatokat is, melyeket természetesen többek között civil szervezetek, agráriumból élők és önkormányzatok is benyújthatnak.